A vendégeknél új edző Tóth László irányítja a csapatot, és a fiatalok mellett új igazolásként egy-egy holland, brit és görög válogatott játékos segíti a munkát. A negyedik fordulóig, vagyis eddig az összecsapásig mindkét csapat hibátlan eredménysorral büszkélkedhetett. Bár az első találatot Gémes Alexa révén a vendégek jegyezték, utána Zsinórban 3 egri gól következett. Az első negyed 3-2-es egri vezetéssel zárult. A második 8 perc eleje kifejezetten jól sikerült a hazaiaknak, 4 gólt lőttek, míg a vendégek egyet sem. Ez, illetve a jó védekezés meg is alapozta a folytatást. Kisebb megingása a harmadik negyedben volt a házigazda egrieknek, de még az is belefért, hogy ezen a napon kifejezetten rosszul lőtte az Eger a büntetőket. 5-ből 4 kimaradt, de így is 5 góllal 13-8-ra nyert a Cetefeger. Támadásban egy kicsit, nem kicsit, hanem nem voltak hibák, mert az 5 méteres azt ki lehet hagyni. Kihagytunk azt hiszem 3 vagy 4 5 méteres, 4-et. Ami nem szokásunk, de hát most ilyen meccs volt, de hát én a mérkőzés végeredménye is mutatja, hogy mennyire magabiztosan tudtuk hibák miatt is, vagy ellenére is megnyerni a mérkőzést, és dicséret illeti a lányokat, mert tényleg mindent magabiztosan csináltak. A második negyedben egy 8-9 perces periódus, amikor nemhogy nem lőttünk volt, hanem kapura nem lőttünk, úgyhogy volt lövőhelyzetünk, tehát az a érdekes ebben, hogy tehát ha nem lett volna a lövőhelyzetünk, akkor még igen, értem, de egyszer nem lőttünk kapura, úgy nehéz, és ott sikerült nekik így ezáltal, mert ők meg amit lehetett előtt, és hát így pofon egyszerű a képlet. A férfiakhoz hasonlóan a női bajnokságot is a címvédő egriek vezetik. Most már csak a szintén hibátlan mérleggel álló Újpest tart lépést Ráskéékkal. Szerdán 19.30-tól ismét rangadó vár az egriekre, csak most idegenben a Dunaújváros vendégeként. Hétfőn sorsoltak a szolnoki Magyar Kupa 4-es döntőre is. November 15-én az elődöntőben a Szeged lesz az ellenfél, így a másik párban Dunaújváros-Szentes összecsapás lesz.